A napi rendi pontok megvitatása előtt az almaár kérdése kapta a legnagyobb hangsúlyt a közgyűlésen. Az alma több száz család megélhetését határozza meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Veres János szerint nem sikerült hosszú távú eredményeket elérni az augusztusi termelők által szervezett demonstrációk és egyeztetések során, amelyet támogatott a MAGOSZ és az Agrárkamara is. Nem elég az, hogyha látszólagosan megpróbálnak valamilyen eredmény szépen föltüntetni, hanem ennek az eredménynek tartósnak is kellene maradnia. Nem fogadható az el, hogy Magyarországon alacsonyabb árat fizessenek az ipari almáért, mint Lengyelországban vagy Ausztriában, ezért érdemben kellett volna eredményt elérni. Én keveseltem a kormány szerepvállását ebben a folyamatban, lévén, hogy olyan feldolgozó is van a feldolgozó cégek között, amely a kormánynak stratégiai partnere. Legalább ezzel a céggel a kormánynak lényegesen eredményesebb tárgyalást kellett volna folytatni. Magyarországon körülbelül 150 ezer tonnával több alma van, mint amennyi a gyártási kapacitás lenne, jelezte Bakti János. Én azt gondolom, mindenféleképpen eredménnyel zárult a demonstráció. 3 hétig kőkemény munkával igyekeztünk elérni azt, hogy az induló 13 forintos ár az megváltozzon. Sikerült is elérnünk, tehát 20 forintra, nettó 20 forintra felemeltük a felvásárlási árat. Az valóban igaz, hogy jelen állapotban a felvásárlási árak csökkentek, de azt is tudnunk kell, hogy lényegesen több ipari alma van a területeken, mint amennyi a gyártási kapacitás, tehát ez valamilyen szinten egy olyan kialakult piaci helyzet, amivel mi sem és a termelők sem tudnak mit kezdeni. Tanulságos volt az elmúlt egy hónap, jövőre teljesen másképp kell hozzákezdeni a piac kezdéséhez. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sajátos geopolitikai helyzetéből adódóan, mint 3 országgal határos térség, több határmenti együttműködési programban is érintett. A Tisza korlátolt felelősségű európai területi társulás nyert az ENI pályázati keretben, amely egy Ukrajnát is megcélzó együttműködési program. Ennek értelmében 5 millió eurót biztosítanak egy hulladékgazdálkodási projektre a határtérségben. Ennek a programnak a fele, nagyjából a fele összegében egy lerakót fogunk építeni, fog fejleszteni a Tisza Európai Területi Társulás Beregszász mellett Jánosi település közigazgatási területén. Ez egy nagyon jelentős beruházás lesz a tártérségben, egy európai szabványnak megfelelő hulladéklerakó, amely lehetővé teszi, hogy a szilárd hulladék mennyiségét, amely most gyakorlatilag korlátozás nélkül ömlik a folyóvizeinkbe, azokat, ezt a mennyiséget csökkenteni tudjuk. Remélhetőleg pár éven belül ennek látjuk az áldásos hatásait. A projekt terveiben ezentúl szerepel még a Huszti környezetszennyező és elhagyott lerakó rekultivációja. Ennek végrehajtása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mintára történik majd, illetve száraz biogáz üzem épülhet Kisvárdán, amely a biofrakció még hatékonyabb feldolgozását teheti lehetővé. De a megye turisztikai határon átnyúló programokban is részt vesz. Az interreges pályázati program keretében nagyjából 13 millió eurós pályázati programot nyert a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat a Szatmári, Romániai Szatmári megyei tanáccsal. Közösen ennek a programnak a nagyobb részét, döntő többségét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében valósítjuk meg. Szatmár megyében, a Szatmár-Németében lévő Szatmári Múzeum megújítása, újjáépítése, felújítása, illetve tartalmi megújítása szerepel a programban, míg a megyében számos turisztikai attrakció, Nyíregyházától Nyírbátoron át, leveleken keresztül, nagyon sok helyen valósítunk meg turisztikai attrakciófejlesztést, illetve számos műemléktemplom is, 15 műemléktemplom is megújul. Egy nemzetközi projektbe is csatlakozott a megye, a Reformáció Európai Kulturális Útvonala című programba. Ez az Interreg projekt a reformációhoz kapcsolódóan az első olyan transznacionális, kulturális útvonalat tervezi létrehozni, amely a közép-európai reformációs hagyományokra épül. Célkitűzése, hogy Európa és világszerte ismertté tegye a reformáció hagyományait és hagyatékát, ezáltal megismerteti a kulturális örökségeket.